Még annyit hozzáfűznék, ha már itt megálltunk, hogy érdemes megfigyelni, ugyanúgy a telemannulnél mindennél, hogy ez egy olyan kamaramuzsika, ahol nem alsóbb és felső rendű vagy rangú szólamok vannak, hanem itt a két fúvola az abszolút megosztja a szerepet, és egymásnak adogatjuk át a dallamot és a fő motívumokat. Én is hozzátenni egy apróságot, hogy a zongorista szónikával figyelem a két fúvolát. Nekem pont az tűnik fel, hogy egy hangszerként tudom őket kezelni, vagy kísérni. Hát ugye nem kísérem, én is egy csak azon belül, azon fölül, olyan, mint egy hangszerként működne a kettő. Hát akkor, akkor szól szépen a két fúvola egymás mellett, hogyha olyan, mint hogyha más színen lenne az egyiknek a másiknak, de egyben mozognak. Hát úgyhogy ezt megosztottam, hogy nem kell. Szóval Johann Sebastian Bach. Harmadik és negyedik tétel következik. Thank you.
tudjátok, Carl Philipp Emanuel Bach, azaz az előző mű szerzőjének Johann Sebastian Bachnak fiától hallhatnak most egy ámolt szóló szonátát fuvalára, amit Ivon Csonka utolsó a művészünk fog előadni önöknek. Érdemes megfigyelni, hogy milyen fontos szerepet játszanak a hirtelen nagy hangközugrások, tehát amikor a nagyon magas dallam után egyszer csak egy-egy mély hangot kiemelten fontos mély hangot hallunk, ez saját magát tudja kísérni így a fuvala, és egy ilyen hamis kis kétszónalúságról tudunk beszélni. Thank you.
Egy óriási ugrunk, méghozzá a francia romantika vizeire elvezünk egy röpke pillanatra. Amikor is. Erik Satie Zsötövő című francia, hát ilyen chanson stílusú művét fogjuk eljátszani, egy picit ilyen jazzes, szórakoztató zenés beütéssel, fogadjátok szeretettel. Erik Satie egyébként a párizsi Chat-Noir-ban zongorista volt, tehát a Chat-Noir-ban a Fekete Macska nevű kávézóban ő zongorista volt, tehát ő szórakoztatta a népeket, és tulajdonképpen ő saját műveit játszotta, tehát az volt a poén, hogy bekerültek a művei a zeneirodalomba, amiket ott játszott. Hát ebből idézünk, egyébként Debussy-ról, Debussy is ott sokat jártott a Chat-Noir-ba, és ott találkozott a Satie-val. Kicsit komikus Satie stílusa. Az a fajta szerző, aki azt mondta, hogy hát nem normális. Hát ő nem volt egészen ilyen furcsa. Hát ő igazi nagy bohém szerzők volt. Egyébként a Zsötövő, én téged akarlak, ez a cím, ez egy nóta, ez egy chanson, valóban egy chanson, és ennek egy gyönyörű fogalmát el fogja most felszerkodni. Én meg most éleszek szápélyezőt, nem tudom. Thank you.
hozzátartozik, hogy most amíg dolgozott a fúvónál, addig az angolra csak a notát így füröztöttem, tehát nekem könnyű volt, neki nehéz, de van olyan is, amikor az angolra megpusztul a hangok tengerében, és akkor a fúvónál csak egy-két hangot így hozzájátszik. Most ilyen fajkozást nem hoztunk, úgyhogy most én nyújtottam ki a nyelvemet a fúvónálra. Ezen szoktuk viccelődni, amikor a kísérletekről van szó, az angolra kísérletekről. Visszatérünk a nagyobb hangzáshoz, újra hárman fogunk önöknek muzsikálni. És hogy ezt a kis könnyedebb hangulatot megtartsuk, most Ibertől fogunk játszani, aki egy francia, késő romantikus 20. századi zeneszerző volt, aki az első világháború idején haditengerészetnél dolgozott, rögtön utána megkapta az akkor legrangosabb zenedíjat, a római díjat. A világosság, a szellemesség és a virtuóz technika az, ami leginkább jellemző műveire. És azért is mondtam el ezt a haditengerészetes történetet, mert abszolút érezhető ez a katonás tempótartás és ügyvírósággal, főleg a gyors vételében a műnek, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Fogadják sok szeretettel, és nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattak minket. Yeah.